Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, altábornagy úr, tisztelt bizottság! Egy elképesztő leszerelésre szeretném felhívni a figyelmet. 2021. december 31-én több mint 31 ezer, 2022. december 31-én viszont kevesebb, mint 19 ezer volt a Magyar Honvédség katonáinak száma. Tehát minden ellenkező kormányzati propagandával szemben szinte megfelezte miniszter úr a honvédek számát tavaly. Konkrétan többi 40%-kal csökkent miniszterségének egy éve alatt a honvédek száma. Idén pedig a fiatalitásra hivatkozva ki tudja, mennyi tapasztalt honvédet bocsátottak el, ezt nyugodtan tekintse kérdésnek is, érdekelne. Például a fiatalitásra hivatkozva kirúgott 42 éves őrnagy esete ugyebár közismert. Rátérnék Novák előtt képviselő úr kérdésére. Itt nagyon baj vagyok, mert úgy látom, hogy a számokba is belekeveredett a képviselő úr nagyon gyakran. Nem tudom pontosan, hogy milyen számokra hivatkozott. Például a létszám tekintetében teljes képtelenségnek hangzik az, amit elmondott. Azt hiszem, hogy abban a csapdában esett bele, hogy összekeveri parlament által engedélyezett létszám, utána a parlament által engedélyezett létszám mögött a költségvetés által lehetővé tett, majd pedig emögött a feltöltött beosztások számából származó, egyébként nem kicsit bonyolult rendszerbe, a fasorban nincsenek azok a számok a valósággal, amiket előhozott, hogy nem is kommentálnám különösebben. A Magyar Honvédségnek egyetlen nagyobb létszámú átalakulása volt, az a Honvédkórház átszervezését érintette. Az látszanak a számokban, hiszen a Honvédkórház állományában nagyszámú katonaállományos volt. Az egészségügyi központ ugyanakkor megmaradt nálunk, és fenn is állt. Én más ilyen tömeges izéről nem tudok, amiről ön beszélt nyilvánvalóan. A tobozási programjaik pedig pont ezen állhatnak. Konkrét ügyrendi javaslatom és kérésem az, hogy ebben a létszámadatban, ami viszont ugye nagyon sok kormánypárti médiában is jelentetnek meg ilyen-olyan számokat, valóban nehéz tisztán látni, de én azt gondolom, hogy miniszter úr, egyértelműen kijelenthető az, hogy több mint 40%-kal csökkent a tavalyi évben a katonák száma. Hogy megengedi-e azt, hogy most az önök által benyújtott jelentésből ismertessük két darab számot, 2022 és 2021. december 31-én, tehát két december 31-es adat, a Magyar Honvédség katonáinak számát itt ismertethetjük el. És akkor lehet, hogy tényleg én láttam valamit rosszul, én viszont azt állítom, hogy több mint 40%-kal csökkent. Ezt a számot, amiről amúgy is a médiában nagyon sokszor van szám, hogy mennyi tartalékos jelentkezett, mennyi katonája van a Magyar Honvédségnek. Szerintem tegyük tisztába, még itt a nyílt ülésen. Köszönöm. Ilyen értelemben új tagja a Honvédelmi és Nemzetközi Bizottságnak. Ez úgy átlagban minden ciklusban eljátszok ezt a izét, megfutjuk ezt a kört. Ez az adat, ennek az adatnak a jelenlegi rendelkezések szerint az adatgazdája a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Ő szemmel láthatólag nincs itt. A miniszter úr nem tud átlépni ezen, mert ez törvényi szabályzás, hogy ki tudja ezt megmondani. Zárt ülésen erre sor került, majd elhívjuk a vezérkari főnököt, aki egyébként ennek az adatnak a közlése esetében illetékes, mint adatgazda. Elnézést, elnök úr, de itt van a vezérkari... Sokszor jártálunk, és ha sokszor tisztáztuk, azokból éppen nem megyünk. De elnök úr, itt van a... Sem tudja, tehát a miniszter úr nem tud engedélyt adni, tehát ezt ne is csináljuk. De. A másik, hogyha erre szükség van, akkor eljövök a honvéd vezérkari főnökhöz, és azt elmondja, mert egyébként bármilyen furcsa, de a honvéd vezérkari főnök, ez érthető, mert a pontos létszámokat napra nézni, ő tudja, nem a miniszter. De elnök úr, ott van abban a mappában, tehát két számot kérek felolvasni, szerintem nem kell a miniszternek engedélyt kérni ahhoz, hogy felolvasson két számot. A magyar nemzetben mindig jelennek meg mindenféle számok. Én azt gondolom, hogy ne titkosítsuk ezt. Nem, a miniszter úr nagyon sok számot mondott így is. Szerintem ezt nyugodtan elmondhatja, hogy tegyük tisztába. Egyébként... Elnök úr... Nincsen jogosítvány, hogy felolvasni adatokat, csak úgy. Egyébként, ha ezt megteszi, akkor eljár. Én erre a miniszter urat kértem. De a miniszter urat én csak megmondom önnek. Tehát ami kényes, azt titkosítjuk, akkor értem, jó. De egyébként, elnök úr, itt van a vezérkari főnök helyettese, tehát nem mondja azt, hogy ezt napoljuk el majd máskor, majd zárt ülésen. Tegyük tisztába ezt az ügyet. Szerintem nem titkos adat az, nem titkos adat. Nagyon sok közhely van a beszámolóban. Arra a vezérkari főnök, hogy ezt az adatot nyílt ülésen közölje a Honvédelmi Bizottsággal. Igen, nem. Nem kell. Na, tessék, akkor... Hát, jaj.
Elnök úr, ez nagyon méltatlan, hogy a vezérkari főnök helyettesét így sarokba szorítja, hogy igen, nem, stb. Jó, tehát szerintem nem kellene titkosítani, több mint 40%-kal csökkent egy év alatt a katonák száma, és ezt nem merik fölolvasni, pedig ez nem egy minősített adat, még ha bele is írták ebbe a mappába. A bizottság irataiba csak én tekintettem bele, ott van feketén-fehéren ez a két szám, amit önök most nem akarnak se betekinteni, se nyilvánosságra hozni, ez szerintem magáért beszél. Lehet itt kormányzati propagandát folytatni, de a tények, számok magukért beszélnek. Kirúgták az oltatlanokat is, miután a Covid diktatúra a legdurvább oltásra kényszerítése a honvédségben volt, hiszen aki a kísérleti vakcinákat visszautasította, azt rendelkezési állományba helyezve fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságra küldték egy évre, de leszerelési tilalommal is sújtották őket, sőt, a másodállást sem engedték neki, magyarul halljanak éhen családjukkal együtt. Hasonlóan itt a nagy létszám leépítések közepette, bár ez mondjuk már sajnos régebbi hagyományokra tekintve vissza, hogy kirúgták vagy fel sem veszik azokat a hazafiakat, akiket mondjuk talán a katonai nemzetbiztonsági szolgálat minősít nemzetbiztonsági kockázatnak. Legutóbb a külügyi bizottság zárt ülésén volt alkalmam beszélni röviden a katonai nemzetbiztonsági szolgálat új vezetőjével, akinek ezt már szóvá tettem, amikor ugye épp most beszámoltak a külügyi bizottságban egyik legfőbb szövetségesük a Mossad jelentéseiről. Én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fájó, hogy itthon a hazafiakat nemes egyszerűséggel kirekesztik, már-már üldözik. És erre nagyon sok példát hoztam, írásbeli kérdésben is a korábbi honvédelmi miniszterek sem mutattak érdeklődést sajnos erre. Személyes tapasztalatom is volt például, amikor a honvédségben egy parancsnokom elmesélte, hogy neki is odaszólt a katonai nemzetbiztonsági szolgálat, hogy nem kéne kitörés túrákra menni. És ő mondjuk volt olyan karakán, hogy akkor azt mondta, hogy akkor ez kéri írásban. Hát írásban persze már nem kapta meg. Tehát azt gondolom, hogy jogellenesen is túlkapásokat is látunk a hazafias indítatás korlátozására, és nagyon örülök, hogy persze vannak néhány olyan tiszt a honvédségben, aki ellenáll ezeknek. És mondjuk egy kitöréstúrán ilyen figyelmeztetés, fenyegetés ellenére is részt mer venni. És nem tudjuk, hogy mit minősít a katonai nemzetbiztonsági szolgálat nemzetbiztonsági vagy más kockázatnak, de úgy az eddigi tapasztalatok alapján azt láthatjuk, hogyha valaki például LMBTQP felvonulás elleni tüntetésen vett részt, és ott igazoltatták egyszer, máshol amúgy soha nem került a hatóságok látókörébe, az már elég ahhoz, hogy a honvédségből indokolás nélkül elutasítsák. Ha valaki a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagja volt, ugye hát ezt egészen konkrétan onnan is tudhatjuk, hogy ez nemzetbiztonsági kockázat, hogy oktatják is ugye sok esetben a honvédségnél példaként, hogy a HVM az nemzetbiztonsági kockázat, mint egy talán már-már terrorszervezetnek minősítik, miközben egy bíróságon bejegyzett, törvényesen működő szervezet, amely nagyon komoly hazafias missziót folytat, például a honvédelmi nevelés terén, tehát normális esetben inkább együtt kellene működjön velük a honvédség. Említhetném a Mi Hazánk honvédelmi kabinetjének több tagját, akit ilyen-olyan okok miatt soha nem indokolják, hogy miért utasították el. Van például egy történelem tanártagunk, akit már többször kirúgtak, aztán többször visszavettek a honvédségbe, sokszor nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal kéz, és amikor ilyen-olyan beosztásba helyezték, akkor utána elnézést kért tőle az illetékes parancsnok, hogy hát bocsánat, magát nem is lett volna szabad fölvennünk, csak most szóltak nekünk. Tehát nagyon sokszor látjuk, és ez az illető is ugye mit követett el, a saját történelem tanári fizetéséből adott, hol a Mi Hazánk honvédelmi kabinetjének, hogy egy hagyományőrző ágyútűzzel ünnepelhessük mondjuk október 23-át, vagy március 15-ét, hol az előbb említett HVM-nek adott pénzt. Na de hát ez nem terrorszervezet finanszírozása, ahogy mondtam, ez egy törvényesen bíróságon bejegyzett szervezet. És persze ezeknek indokolása nincsen, ami különösen inkorrekté teszi ezt az eljárást. Látható, hogy persze van ideológiai különbség a jelenlegi kormányzat közepette, amire miniszter úr is hivatkozott, ő büszkén, én azt gondolom, hogy inkább szégyen, hogy a Petőfi laktanyát, ráadásul pont a Petőfi ég emlékévben nevezik át egy Habsburg megszálló nevére. És számos példát hozhatnék, a saját személyes tapasztalatom is az volt, amikor 2015-ben országgyűlési képviselőként tartalékos honvédnek jelentkeztem, hogy ne csak elefánt toronyból szemléljem a problémákat, és amikor folyton a létszámhiányra hívom föl a figyelmet, akkor próbálva jó példával is előjárni, amikor honvédnek jelentkeztem, és itt a parlament folyosóján csak annyit kértem az akkori honvédelmi minisztertől, hogy ne hímes tojásként kezeljenek majd. Mondta, hogy persze semmi gond,
Végül is nem voltam a magyar gárda tagja, tudomása szerint, úgyhogy nem lesz semmi gond, lehetek én is tartalékos honvéd. És mondtam, hogy hát, miniszter úr, hát hány évvel vagyunk már az állítólagos fülke forradalom után, és még mindig az a nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki például a magyar gárda tagja volt. Persze annak pont nem voltam, de mi lett volna, ha az lettem volna? Hát ez egy kitűnő szervezet volt, ahogy ne csodálkozzanak azon, hogy létrejönnek egyáltalán olyan szervezetek, mint a korábban a magyar gárda, vagy a betyársereg, a magyar önvédelmi mozgalom, amikor páros lábbal rúgják ki, üldözik el a honvédségtől a hazafiakat, akiket normális esetben integrálni kellene a honvédségbe. Ha nem ezt rossz néven, ezt a közkeletű mondást használnám ide, hogy a kalapács minden szögnek néz, a politikus mindenben politikát lát, a hazafiak a hadseregben az is egy ilyen politikusi túlmagyarázás, vagy félremagyarázás, a magyar hadseregben az lehet be, akit a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok erre alkalmasnak találnak. Akit pedig nem, ilyen vagy olyan, vagy amolyan okokban, azok nem léphetnek be, mert ez nem játszótér, hanem ez olyan hely, ahova a magyar fiataloknak és a magyar embereknek a kezébe éles fegyvert és éles lőszert adunk, és ott nincs helye semmilyen politikuskodásnak, meg ideológiának. Azt ott darabonként és egyenként meg kell nézni, és minden esetben megvannak a maga jó oka, hogy valakit miért engedtünk be, vagy valakit miért engedtünk ki. Beszéljünk egy kicsit az óvóhelyekről, a civilekről, hiszen míg Finnországban a lakosság 80%-ának, Svájcban minden egyes állampolgárnak jutna hely az óvóhelyeken vészhelyzet esetén, Magyarországon ez az arány alig 7%. Tehát a polgári védelem létesítményei rendkívül elhanyagoltak, és az orosz-ukrán háború sem hozott szemléletváltást itthon ezen a téren. De nem csak az ember életek nincsenek megóvva, például büszkeségeink, a gripenek is ugyebár lényegében lemezhangárakban állnak, ami körülbelül a jégesőtől védi meg azokat csak. Az óvóhelyek a védelemigazgatás kérdéskörében tartozó nagyon fontos kérdések. Az adaptív huszár gyakorlat is rámutat minden olyan a honvédség gondozási körén kívül eső, de a honvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű szempontra, amelyekre erőforrásokat kell alokálni. Ez a munka zajlik, és a gyakorlat csak ráerősít ennek a fontosságára. És nyilvánvalóan itt említett, ezeket sem tudom, hogy honnan szedik pontosan, de folyamatosan zajlik az a munka, hogy az újonnan beérkező eszközeink megfelelő körülmények között kerülnek részbe tárolásra, részbe használatra. Például Szolnokon épül egy nagy beruházás keretében a szolnoki helikopter képességeinknek a megfelelő, ahogy azok érkeznek be, azoknak a megfelelő tárolására. De sok ilyen tudnék még mondani. Tudomásul veszük el a honvédelmi miniszter beszámolóját a bizottság előtt. Ki veszik tudomásul? 2, 4, 6, ki nem, ki egy nem, mert a miniszter úr beszámolja, tudomásul vagy.